Bauer Bence és Dörszelman Fodor Kinga, a Magyar-Német Intézet munkatársai tartottak pódiumbeszélgetést a Matthias Corvinus Kollégium szervezésében hétfő délután Gyulán. Az eseményen a magyar-német kapcsolatokról, valamint az aktuális politikai helyzetről is szó esett. Bauer Bence fontosnak nevezte a testvérvárosi, valamint a politikai kapcsolatok szerepét. A magyar-német kapcsolatok ugye egy nagyon hosszú, ezer éves kapcsolatrendszerről beszélünk itt, egy hosszú múltra nyúlnak vissza, és nagyon széles körűek, nagyon különböző részt érintik, és tudjuk ugye, hogy Gyulának is van német testvérvárosa, Ditzingen, Németországban, Baden-Württembergben, és azt is tudjuk, hogy a testvérvárosi kapcsolatok nagyon fontosak az emberek közötti kapcsolatok teremtésére, fontosak a gazdasági kapcsolatok, de ugyanúgy a civil társadalom közötti kapcsolatok, akadémiai, tudományos kapcsolatokról van szó. A politika kapcsolatok mindig ennek egy másik dimenziója, mindig fontos, ha a két ország vezetősége szót tud érteni egymással. Bauer Bence hangsúlyozta, számos politikai kérdésben Magyarország egy egészen más álláspontot képvisel Németországgal szemben, de érdemes odafigyelni arra, hogy mi történik a másik országban. Most egy új szövetségi kancellárban Olaf Scholz személyében, aki egy baloldali kormánykoalíciót vezet, egy szociáldemokraták, zöldek, liberálisok alkotta kormánykoalíciót, és ők nagyon sok társadalmi kérdésekben, társadalmi politikai kérdésekben egy nagyon baloldali zöld agendát visznek, amire érdemes Magyarországról is figyelni. Ugyanis sok olyan kérdés, vitatott kérdés, ami Nyugat-Európában felmerül, az most Németországban is napirenden van, és számos kérdésben Magyarország egy más álláspontot képvisel, de ezért is érdemes, hogy Európában meg tudjuk jobban egymást érteni, odafigyelni, hogy németek mit csinálnak, ugye mégis egy nagy országról van szó, és bár talán nem mindenben tudunk egyetérteni, ami Németországban zajlik, fontos ezeket az eseményeket szemlélni, elemezni és megérteni. A szervezők célja az volt, hogy vidéki városokba is eljussanak a Németországról szóló előadásokkal.